Jól vagyok, köszönöm szépen. Azért az olimpia utáni felhajtás az már lecsillapodott, és azért most már úgy elengedtek a médiumok is, mi visszatérhettünk így a megszokott kerékvágásba, elkezdődtek az edzések és a versenyek is a többieknek, mert én végül nem a megszokott mederbe tértem vissza, hanem most egy kis kitérővel fogok majd én is visszaállni a munkába. Volt egy műtétem az elmúlt időszakban, ez a negyedik hetem a műtét után, szóval a lábadozáson már túl vagyok, és pont a héten kezdtem a rehabilitációmat, most már voltam gyógytornán, a műtét az rendben zajlott, a gyógytornán azt mondták, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy egyéb problémáktól mentesen tudom most ezt a rehabilitációt így elkezdeni, és bízom a mihamarabbi visszatérésben. Nyilván ez nem egyik napról a másikra fog történni, viszont ez volt az az időpont, amikor ezt meg lehetett lépni. Az olimpia kifutott, most kezdődik a ciklus, ennél messzebb a következő olimpiától már nem leszek, úgyhogy ez se ideális helyzet, de úgy hosszú távon azt mondanám, hogy ez volt az, amit úgy ki lehetett használni, és bízom benne, hogy hosszú távon a javamra válik az, hogy ezt most megléptem, és így a következő időszakban majd újult erővel tudok visszatérni a munkába. Természetesen a megfelelő türelemmel elvégezve ezt a rehabilitációt, mert az se jó, hogyha túl hamar térek vissza, vagy kicsit sürgetem a dolgot, és aztán meg valami nagyobb sérülés adódik belőle. A vezetőség is egyébként támogat, és ők is megnyugtattak, mondták, hogy nem nagyon sürgős ez a visszatérés, tehát tényleg vegyem ki azt az időt, amire szükségem van. Boszkó Gábor szövetségi kapitány saját példával is előhozakodott, hogy miért is nem jó egy korai visszatérés, neki vár problémák után kellett még egy hosszabb időt végül kihagyni, úgyhogy mondta, hogy tényleg fogadjam meg, és csak amennyit engednek, amennyit szabad, annyit tegyek a lépésről lépésre a visszatérésért. Én ezt az időszakot igyekszem kihasználni, ha már nincsenek edzések, nincs versenyzés, és most már az a média felhajtás sem akkora, hogy úgy szétszakad az ember, és nincs ideje levegőt venni se két interjú között. Most összeszedem azokat a dolgokat, amikben úgy érzem, hogy hiányosságom van, vagy amikben tudnék fejlődni, és azért összeírtam magamnak egy hosszabb listát könyvekből, amiket elkezdtem olvasni, úgyhogy most ezekben az üres óráimban könyveket lapozgatok. Az egyetemmel is most van lehetőségem haladni, mert az olimpia előtt azért ugye értelemszerűen arról elment a fókusz, és most behozhatom a lemaradásomat. Plusz egyéb dolgokban, amikre nem jut idő tényleg ebben a nagy rohanásban, meg a készülésben, azokban most el tudok mélyedni. Úgyhogy úgy érzem, hogy hasznosan tudom kihasználni ezt az időt, nem pedig ilyen elvesztegetett, kárba veszett idő ez a mostani. Milyen könyvek érdekelnek egyébként? Elsősorban az önfejlesztő könyvek, amik úgy igazán érdekelnek. Nemrég olvastam el a Stephen R. Covey-től a 7 szokást, ami nagyon jó könyv volt, és ajánlok mindenkinek, ha hozzá tud jutni, mert könyvesboltban már nem árulják, csak antikváriumban. Végre eljutottam a Flow-ig, azt most sikerült elolvasni, azt lehet érdemesebb lett volna korábban, de később, mint soha, és szerencsére az olimpiai arany nem ezen múlt, de az is egy nagyon jó könyv volt, és nagyon sokat lehet belőle tanulni. Alapvetően ez az, amiben úgy érzem, hogy így ezek olyan dolgok, amik segítségével tudatosabbá tud válni az ember, és meg tudja adni a kellő alapokat ahhoz, hogy utána tudjon építkezni, és meg tudjon újulni, és túl tudja lépni az ember a jelenlegi határait, hogy aztán többé válhasson. Ezen kívül a gazdasági irány az, ami érdekel, úgyhogy ha kifogytam ezekből a könyvekből, vagy éppen kicsit már megtelt a fejem az önfejlesztéssel, akkor az az, ami irányába kacsingatok. Hogyan fér meg egymás mellett az egyetemi tanulás és az élsport? Nem egyszerű dolog.
ám egyszerű dolog azért ilyen szinten, de nem is kivitelezhetetlen, mert azért nagyon, nagyon sok sportoló volt itt, nagyon sok olimpikon, olimpiai bajnok, aki az olimpia alatt is még valamilyen felsőfokú intézetbe volt iratkozva. Nem lehet 100%-ot nyújtani mindenhol, értelemszerűen nekünk is végesek az energiáink, ugyanúgy, mint bárkinek. Szóval, ami fontos, az itt is igazából a tudatosság, és az, hogy az ember jól tudja beosztani az idejét, és valamikor muszáj egy fókusz legyen, muszáj egy prioritást felállítani, és akkor el kell határozni, hogy mikor van itt a tanulás ideje, és mikor van itt a sportban a teljesítmény nyújtásának az ideje. Ahogy említettem az olimpia előtt, a háttérbe is szorultak a tanulmányok, amit alapvetően nem terveztem, meg nem szerettem volna, de közben azért éreztem, hogy szükségem van azt meglépni, hogy a másik oldalon viszont tényleg tudjam hozni azt, amit szerettem volna. És most, hogy az olimpia az lefutott, és a ciklusnak vége, most nyilván elkezdődik a következő ciklus, és már zajlanak a versenyek, de most ez még kicsit csendesebb, és messze van az olimpia, amire nyilván szeretném magam felépíteni. De megint csak, ugye most vagyok az olimpiától a legmesszebb, úgyhogy most lehet megint kicsit a tanulmányokra is fókuszálni, és a következő időszakban remélhetőleg elvégezni. Ez egy személyes gondolat és tapasztalat, de én úgy éltem meg az életem során, hogy a pedagógusok nagyon nagy szerepet töltenek be az ember életében. Inspirálnak, tanítanak, utat mutatnak, ezt te hogyan látod? Egyetértek ezzel a gondolattal, és az a szerencsém, hogy nekem világéletemben jó tanáraim voltak és tanítóim. A mai napig azért van, akivel úgy időközzel, de beszélgetünk, tartjuk a kapcsolatot, és még az általános iskolai tanáraim is, többen is írtak még az olimpia után is, és gratuláltak, és kicsit elbeszélgettünk, és nekik is megköszöntem azt, amit tőlük kaptam, mert a személyiség fejlődésemhez nagyban hozzájárult az a példa, amit nyújtottak, ami itt meg ugye be tudtam építeni a személyiségemen keresztül a vívásból is, mert olyan az ember a páston, mint a magánéletben, tehát megnyilvánul a személyiség ott a páston és a sportban is, és ennek azért nagyban hozzájárultak ennek a kialakulásához a tanáraim és a jó osztályközösség, mert abban is volt szerencsém részt venni.